Ebből a műtőben használatos lámpából kettőt kapott adományként a József András Oktató Kórház. Emellett ezt a mobil ultrahangot és két sebészeti vágókészüléket is tartalmazott a 37 millió forint értékű adomány, amelyet kedden vettek át hivatalos keretek között. A legnagyobb érték ez egy modern ultrahangkészülék, amely négy vizsgáló fejjel rendelkezik. Az azt jelenti, hogy lényegében egy emberi test minden szerve és szervrendszere vizsgálható vele, a szíve, a hasa, a mája, az érrendszere. Az eszközt jelenleg az intenzív osztályon használjuk, mind a COVID, mind a nem COVID ellátásban, de bármelyik osztályon használható a későbbiekben, attól függ, hogy hol lesz majd rá legnagyobb szükség. Jelenleg az intenzív osztályon használunk. Két műtéti lámpa érkezett, amiből az egyiket az intenzív osztályon használunk jelenleg, a kisebb műtéti beavatkozásoknál, a helyszínen végzett beavatkozásoknál, mint egy súlyos állapotú betegnél, egy gégemetszésnél, vagy valamilyen kisebb sebészeti beavatkozásnál. A második, még nagyobb lámpát, az pedig a fülorgégészeti műtőben használjuk, a fülorgégészeti műtéteknél, és két elektromos speciális koagulációs vágóeszköz érkezett, amely mind a két eszköz jelenleg is a fülorgégészeti műtőben a mindennapi műtétek során szolgálja magas színvonalú munkát, a betegek biztonságos ellátását. Nem ezek voltak az első eszközök, amelyeket a koronavírus megjelenése óta kapott a kórház. A főigazgató úgy fogalmazott, a járvány pozitív hozadéka az a hatalmas összefogás, amelyet az elmúlt másfél évben tapasztaltak. Mind az egyének, mind a civil egyesületek összefogtak és támogatták a kórházat, támogatták az egészségügyi ellátást. Ha visszagondolok arra, hogy az elmúlt időszakban kik kerestek meg kisebb-nagyobb adományokkal, akkor mondtam már korábban is, hogy a töltött káposztától a gyümölcslevekig, a nagyértékű eszközökig, a védőfelszerelésig minden benne volt. Nyíregyházán különösen nagy értékű eszközökkel támogattam, összefogással több civil szervezet, a kórházat, több 10 millió forint értékben mobil röntgent, PCR vizsgáló eszközt kaptunk még a tavalyi év során. A LEGO cégcsoport régóta szoros partneri kapcsolatban áll a kórházzal. Ez lehetővé tette, hogy szakmai egyeztetések után valóban olyan eszközöket adományozhassanak az egészségügynek, amelyeket a COVID és a mindennapi ellátás során egyaránt tudnak használni. Nagyon fontos a magyar emberek, a magyar egészségügy támogatása a számunkra. Van egy embereknek tett ígéretünk, ami az alapelvünk. Ez szerint a saját dolgozóinkat, kollégáinkat, partnereinket és a térségben dolgozókat erőnkön felül is segítjük. A cégcsoport korábban a gyermekosztálynak adományozott eszközöket, a koronavírus járvány elején pedig arcpajzsokat is készítettek a kórház dolgozóinak. A kedden átadott eszközök az első lépést jelentik a cél felé, hogy világszínvonalú ellátást biztosítsanak majd Nyíregyházán is a betegeknek.